what's going on? Thank you.
Thank you.
Miért álltunk meg itt a prérén? Annyira lavak, hogy jelző van biztos. Elfogyott a mi? Gázolat. Hát van-e megette? Mert erre nem villanik. Dízzel. Dízzel ez. Nem, ez dízzel. Ide eljöttünk, mert egészek a nyugat között részével jött. Ha meg egészek, meg vizék között se. Azon, amerre ez jött, Szombathely között is. Azt majd időnek. Hát gondolom a kanizsait is előbb-utóbb megcsinálják. Azt a gyerek csinálják. De erre sincs, hát a vizék. A Kaposvári van, a Gyékényeki Kaposvári van a vonal. A Gyékényes nagy kanizsa között, erre már megint nincsen. Thank you.
És a mackó. Na, ott van Lakri. Végre látok ilyeteket. Thank you.
Hát ködösen. Hát jól kibasztál vele, hallod? Mi? Hát jól kibasztál vele. Akkor te kúzzal följebb. Hát akkor majd ne bejöttél. Jó így? Hát jó. Akkor jó. Nem volt szándékos. Csak pont bármi tört. Nem láttam, mert a gépet figyeltem. Mit csinál? Talán nem. De mi eljövetszik, mondod, talán nem. Talán nem kéne elővenni. De mondod, hogy én eljövetszik. Nem érti, hogy csak. Hát, nem mindig mi. Hát az. Jó. Thank you.
megvan, no, akkor most akkor hogyan kell menni, vagy hol vannak ennek? Ott a kompve. De egy órára kell oda menni, hát hol van az? Le lehet menni a partra. Ha biztos. Akkor meg jó van. Azt mondták, itt a rendőrség mellett, hát ott vagyunk. Ja, hát jó van. Szerintem én látom az a semmi gond. Na, azt kérdezte, hogy mi is Bucsujáról, mondom, Bucsujáról vagy. Na látod, jó volt kitalálni a bekegést, aki hozni a bekegést. Hát ide ahhoz való nem öltöny, meg nyakkendő, babám. Hát én jó éreztem, csak olyan furcsának tartottam reggel, hogy vonatolottam, hogy minden. Nem nincs. Azon a 4 kilométeres szakaszon Messinánál mentünk át érted, hogy a felénél voltunk. Na mondom, nem látni más, csak vizet, meg vizet, meg vizet. Persze. Hát nem külön fog menni. Na, hát ilyenne mentünk át a Messinai szorosan. Most mennek a mennyasszonyért, meg a vőlegény is. Rámentünk. Már a következő fuvarban már hozzák is szerintem. Oh,
te hülye gyerek. Most az a baj, érted, hogy most még... Menj el a vízhez! Mi? Az a baj, hogy hidág a víz. Miért fürödni néven? Gondoltad, hogy csipném a jó vizet. Ha jó van, de tudomások venni, hogy Marci zsázsájában. Már nem olyan, mint a buszusban, bánkon. Hát így, jó mondjuk, hát soha nem fog olyan melegre melegedni. Hát az a 10-12-15 foknál tovább nem megy. Oda megy a szálló kikötőjébe, biztos a szálló vendég. Az nem annyira sikerült. Kicsit megnyomta az oldalát.
Hát ezzel nem jött semmi. Okay.
legyen volna anyánás nálam egy, mert én veletem. Gyere itt mellettem aztán. De nem sok értelme van, mert mindjárt mehetünk. Már? Ha lejönnek, aztán kész. Most így is értettek. Hát jó, most megfigyünk, menj, te megfigyünk, jó. Indulnak majd a buszok, aztán gyűnök. Ide óra veszek? Ide óra. Nézd, dolgozni. De legalább itt se voltál sokkal, mint legalábban. Ja, nem voltam még sokkal. Itt én még nem voltam sokkal. Mert a bánkon is volt a nagy tömeg, tudod csak mi a bánkon, mi elmentünk a másik oldalra, a végére. A strandfűzőbe, ha bemegyünk, akkor ott volt legvon a tömeg. Na, ma megy az autó, várjál. Ha megy a négy autó, öt autó. Ők jönnek tartani. Ez a kis autó, sika. Ezek más basza. Utasok pár. Ha valakinek fizetni is, mert a buszok gondolom nem fizetnek. Van központi laktalá, fizetik őket, de jön a látni. Úgy vannak. Ahogy, most jönnek le majd a kompró mindjárt. Az öreg ott van még így, a gyilag vissza, tehát egy gyilag vissza ugyanazok. Mi? Ugyanazok hát. Na jó van. Ez itt az ilyen minden. Gyilag van. Látni jó.
vannak ezek azok, nem? Elég, ha. Mit vártam? Aztán mostan... Ott meg a másik banda, látod, azok meg jöttek oda. Ja, azok meg ott van. Nem baj, vedd csak őt, aztán ha jó lesz. Áfér a izén a fába. A végén kellett volna megállni, többet vár. Nem, majd csinálta. Ott vannak rengeteg. Thank you.
Nagyon előre mentek most, nem? Kolovaskocsi elhúzott. Eddig nem mentek ennyire előre. Persze, hát lemaradt a csoport. Hát. Oké, sijedtek ott nagyon. Köszönöm, hogy lehet, hogy nem csak.
Dahogy nem tud menni oda. Hadd jöttök meg!
Végét főleg kapja. Ha jó van, majd akkor az a, tudod, lehet ezt állítani. Nem, az volt jó, mikor ott a lovaskocsi előtt meg van. Na itt is van, nézd meg.
balfaszok mellett, a Milófaszér mennek ott mellett, itt a sok marhája, ökrös. Grazie.
Ja tényleg is ott a maszkos ember. Ide a szoborhoz. Hát, hogy itt a vége, nem is mennek el a szobor is. Bocsánat. A potakon meg a kamerának a csokja. Mindig valakivel vele ütközik. Amikor már elé oda helyezkedik valamelyik.
Köszönjük szépen, nagy tapsot megérdemlik a Buse Umi Együtt és a Favellás Busó csoport bemutatkozó táncát láthatták. Egy kis rövid ismertető a Favellás csoportról. A következő számunk nem sokára egy rövidke kis átállás lesz, és a 6. nemzetközi farsangi dudás találkozóból láthatunk, hallhatunk egy kis ízelítőt. Tehát ahogy ígértem, a 6. nemzetközi farsangi dudás találkozó ízelítő bemutatója következik, és hogy fogadják őket nagyon sok szeretettel. Thank you.
sem bojegnak a lagán. Én a distrannék, akkor lenne rád. Kopar azt, hogy a kérnek. De támolj a vámom, éjjel nincsen bojegnak a lagán. Thank you.
Nem hiszik el, hogy kivezeti a menetet. Hát egy dudás. És ez így van itt a Kárpát-medencében is. Itt is dudások vezették. A Felvidéken a magyar dudások dudabált rendeztek a farsangi időszakban. Nagyon jó kis nóták vannak, mindjárt hallunk belőle ízelítőt is. És itt Mohácson pedig még az 1960-as években is az volt a szokás, hogy a dudást nyitotta meg az esti nagy sokácbált. Úgyhogy ebből hallottak egy kis ízelítőt. Hát az ő tiszteletükre, a régi dudások tiszteletére rendezzük ezeket a dudás találkozókat. Az idén Bulgáriából, Dél-Bulgáriából, Rodope-hegységből néhány pásztor érkezett eszméletlen, baromi szép dudákkal, és nagyon gyönyörűen tudják fújni, úgyhogy 4 órakor a Busó udvarba fönt az emeleten egy órás koncert lesz, lesz ír, lesz skót, lesz felvidéki magyar, lesz mohácsi, és az a másik nagyon érdekes duda, a fújtatós duda, azzal a pici sípszára, hát képzeljék el, hogy hát... Szóval, ha Európa dudás térképére nézzünk, akkor mi nagy hatalom vagyunk, ugyanígy itt. Itt 100 kilométeres körzetben 2 dudatípus volt, az egyik itt Mohács környékén, Pécs környékén, a másik meg Barcstól egészen a Dráva mindkét oldalán, tehát az itteni oldalon a magyarok, horvátok, az ottani oldalon a horvátok játszottak a másik fújtatós 4 sipos dudán. Hát, ilyen izgalmas kultúrtörténeti tényeket még szívesen fölvetnék önöknek, de akkor itt a busójárás egész menetét csak én dumálnám végig. De most bejelenthetem Pék Zsuzsanna művésznőt, akit lehet, hogy ismernek már a televízióból. Zsuzsi magyar dudán játszik, és eszméletlenül jó dudája van, úgyhogy... Itt a 3 nagyon jó duda, egyből kapnak ízelítőt, és akkor a férfi embereknek, hogyha érdeklődnek, akkor itt a backstage-ben esetleg megdumálhatjuk a dolgokat. De jó kis felvidéki dudanótát fog a Zsuzsi most nekünk intonálni. Aki megfontolt, és van kinek mindenről egy véleménye van. Ne a! Motoljuk az idei busójárás meglepetés emberek, elüldözzük a törököt, elüldözzük a telet. Járjuk el a nagy kólót, csináljunk egy kis busót. Nem kell nekünk nagy kaland. Így mulat egy kis csapat. Fogadják szeretettel a favellás csoportot.
köszönjük szépen a favellás buszkocsoportot, láttál. El kell mondanom, hogy azért ebbe a nagy melegbe ugye szegényeknek, hát hogy mondjam, nem fáznak a bunda alatt, kész szauna, úgyhogy, de hát ugye a télvízés az önfeláldozással jár. Köszönjük szépen még egyszer, fiúk, lányok, a favellás buszkocsoportot láthatták, hallották. Egy kis idő múlva remélhetőleg megérkezik a többi busócsoport, ide várjuk még a Poklád és a Sokackör busócsoportot, szintén bemutatkoznak majd nekünk egy társaságban érte a beöltözést. Nevünket az egyik legfontosabb kellékről neveztük el, a kereplőről, mely minden méretben és hangban megtalálható mindegyik csoportban. A magunk kezdetleges módján kölcsönkért kellékekkel, de annál nagyobb lelkesedéssel készültünk a farsangra. Az évek folyamán kialakult egy elhivatottság, lassan megalapoztuk a saját kellékeinket és felszereléseinket. Ebben nagy segítséget nyújtott Élő József népi iparművész, maszkfaragó az állarcok elkészítésével. A lelkesedés és a jókedv egyre több fiatalt vonzott a csoportunkhoz, most már 25-en vagyunk. A lányok népviseletbe vagy busónak öltözve csatlakoznak hozzánk. 6. éve már állandó kocsink is van, így nálunk a készülődés már jóval korábban elkezdődik. A farsangi eszközöket díszíteni kell, hogy a kis farsangra már csak a szórakozás és a vidámság maradjon. A farsangi hangulatot vasárnap, mint kedden is, a sokat muzsikát szolgáltató zenészek adják. Tehát perceken belül következik a lepetáló csoport, egy kis türelmet kérek még. Tradicionális,
szabadja, egy ágyulőr is jelzi, ha indul a balába. Susoljál, tradicionális, susoljál, felénk normális, susoljál, nincs itt a szabadja, egy ágyulőr is jelzi, ha indul a dalába. Vasárnap mindenki és senki sem hiányzik, a hivatal erkélyéről nagyon jól látszik. Ekkora rendezvényi nőtte ki magát, tízezrek tomolnak itt mindenki jó barát. Kedden csendesül, csak éljek itt a város, indul a vonulás a télben elég máros. Csattog a bőgő, röcsögnek az ételek, az aki nem volt, mi a felpusztán nézze meg. Susoljára, tradicionális, susoljára, felénk normális, susoljára, aki nincs itt, az majd bánja, egy ágyulőr is jelzi, ha indul a találra. Susoljára, tradicionális, susoljára, felénk normális, susoljára, aki nincs itt, az majd bánja, egy ágyulőr is jelzi, ha indul a találra. Susoljára, tradicionális, susoljára, felénk normális, susoljára, aki nincs itt, az majd bánja, egy ágyulőr is jelzi, ha indul a találra. Susoljára, tradicionális, susoljára, felénk normális, susoljára, aki nincs itt, az majd bánja, egy ágyulőr is jelzi, ha indul a találra. Csoportot láthatják, hallhatják. Thank you.
Köszönjük szépen, a lefetáló busócsoportot láthatták. Na pedig. Rövidke kis szünet átállást tartunk, és nem sokára következik a Pokrád és a Sokaszkör busócsoport. Reméljük, hogy ők is itt vannak, valahol megérkeztek. Tehát egy rövidke kis szünetet tartunk, és folytatjuk tovább. Magukat a táncosok, hogy az átlók feltakarták a táncosokat, nem lehet őket látni. Valahova máshova kéne tenni, mert így zászlót agyan lengetik, el akarják a táncot. Perceken belül mindjárt következik a Pokrád és a Sokackör busócsoport közös bemutatója, zenél a Mládi Orkesztár. Egy pár gondolat róluk. A Pokrád-e busócsoport az egyik legautentikusabb, a hagyományokhoz hülyen ragaszkodó busócsoport. A csoport tagjai házról házra járva végzik el hagyományos, télűző, tavaszváró varázslásaikat, melynek során meg is vendégelik őket. A busó csoport tagjait busók és sokaszlányok alkotják, akik a Mohácsi Sokaszkör hagyományőrző táncsoport tagjai. A Sokaszkör busó csoport a csoport több évvel ezelőtt alakult, taglétszáma állandóan változott, jelenleg 22 fővel állandósult. Csoport tagjai közt megtalálhatók a Sokasz népviseletben öltözött hölgyek, busóruhába öltözött férfiak, és nem ritkán a párok a gyermekeiket is beöltöztetik, így ők is velük vonulnak.
nagy figyelmet fordítanak az öltözködésre, a névviselet helyes használatára, hogy a sokackört méltón képviseljék. Tehát fogadják nagyon sok szeretettel a Poklede és a Sokackör busócsoport bemutatkozóját. Sajnálom. 5 perc. Nem lesz az több hosszabb 5 perc. Na hát 5 perc az akkor figyelj a 5 percet, aztán úgy jöhet.